A Bethesda nem kevesebb, mint 25 évet várt arra, hogy egy vadonatúj IP-val jelentkezzen. Szerintem mindenki emlékszik a Fallout szériára, és emlékszik az utolsó 76-re, 76-os Falloutra, hogy mekkorát bukott. Kíváncsi vagyok rá, hogy a Starfield vajon hogyan is fog szerepelni, de ebben az adásban nem a játékról lesz szó, hanem a hozzá kiadott Constellation Editionhöz. Gyakorlatilag ennek a játéknak a gyűjtő kiadását fogjuk ebben az epizódban megnézni. Ez itt az Építs Fel, vágjunk is bele! Oké, szóval ahogy látjátok, a doboz egészen nagy, egészen, hát kíváncsi vagyok rá, hogy végül is mekkora lesz ennek a doboza, hiszen elméletileg nyilvánvaló tudom, hogy mi van benne, szerintem ti is még sejtitek, hogy mi lehet benne, de elméletileg nem egy nagy gyűjtőkiadás a tartalma miatt, ezért hát elég érdekes, hogy ekkora nagy doboz van, tehát itt igazából csak pokifólia a legtöbbje, és a pokifóliák mellé meg is érkezett. Ez jó nehéz. Meg is érkezett a Starfield Constellation Edition, ami ugye 130 ezer forintba kerül, de végre megérkezett hozzám. Ez természetesen a csatornatagoknak is köszönhetően tudtam beszerezni. Úgyhogy külön szeretném még egyszer megköszönni az összes csatornatagnak. Nélkületek nem jött volna létre ez az adás. Na de, nézzük is meg, hogy néz ki a doboz. Hát természetesen a főoldalon egyből találkozzunk ezzel a jellegzetes Starfield-es logóval, ezzel a NASA Punk megjelenés azért már itt is egész szépen bemutatkozik, fehér alapon, ezek a színek nekem nagyon bejönnek, van a Constellation Edition feliratunk, egyébként a Constellation gyakorlatilag az ilyen felfedező társaság ebben a videójátékban, egyébként ez az Xbox-os verzió, az oldalán itt van a Lifepack Interlink LPV 6, ez a órának gyakorlatilag a megnevezése. Van itt egy Alpha Centauri feliratunk is. Azt hiszem, itt játszódik a játéknak a nagyobb többsége, de az Alpha Centauriban tuti, hogy el tudunk menni az űrhajónk segítségével, és hát a hátulján van egy kis puska, amit nem is mutatok be nektek, hiszen itt bemutatják, hogy pontosan mi szerepel benne. Hát bontsuk ki, nézzük meg, hogy hogyan is fest ez a gyűjtői kiadás. Hát abszolút nem volt olcsó, 130 ezer forint, úgyhogy eléggé kíváncsi vagyok rá, hogy vajon mi is szerepel benne pontosan, meg hogy egyáltalán milyen lesz a minősége, mert ugye azt már, ahogy mondtam is az előbb nektek, úgy persze természetesen tudom, hogy mit várhatok, de hogy vajon ez milyen minőséget társít hozzá, ez majd ki fog derülni. Csúsztassuk ki ebből a kis papírkából. És utána találkozunk gyakorlatilag egy ugyanolyan dobozkával, ugyanaz a fedlap, ugyanez az Alpha Centauri felirat, és itt ugyanúgy ez a Lifepack-es feliratot kapjuk meg, de van itt egy kis idézetünk is, eléggé poresz. Na most már nézzük is meg, hogy pontosan mi van benne, és egyenesen Kína, kínai szag érződik, de ahogy kibontom, egyből ez fogad. Itt van a speciális kiadáshoz járó kis steelbook, amire Starfield feliratunk van, Premium Edition feliratot is kapunk, és hát egy ilyen nagyon érdekes kis csillagokat kapok gyakorlatilag erre a kis fémdobozra. Szerintem jól néz ki, eléggé hát minimál, de nekem a minimál stílus eléggé bejön, úgyhogy tetszik. És a belső... Hey. Oké, szóval ebben nem maga a CD van benne, vagy nem a DVD van benne, hanem csak egy kis letöltőkód, de a letöltőkód, amit most nyilván nem mutatok meg nektek, egy fém kis kreditre van rányomtatva. Pontosan ez a kredit található meg a videójátékban is, ezeket kell gyűjteni, gyakorlatilag ez a pénz a videójátékban, és hát erre a pénzre van rá nyomtatva a letöltő kód. Wow! Azért ez egészen jól néz ki, és van egy kis papírkánk, ami igen, pontosan azt írja le, amit mondtam is nektek, meg nagyjából így az irányítást, gombkiosztást is itt bemutatják ezen a kis papírkán, de a belsőben is látszódik, hogy ott van az űrhajónk.
a Frontier. Ja, jól néz ki, és a belső is egyébként egy ilyen nagyon érdekes, szivacsos belsőt kapott. Hát ezen már eléggé meglepődtem. Azt tudtam, hogy nem lesz benne CD, meg semmilyen fizikai dolog, de hogy mégis raktak bele fizikai dolgot, hiszen ez egy fém kis kreditre van rárakva. Szóval egyszer ez található ebben, de hát az érdekesebb dolog most következik. Figyeljétek, beszartok! Kapunk hozzá egy egészen jól becsomagolt dobozkát, amiben meglepetés vár minket. Eléggé prémium a hatás, tehát a prémium hatást azt már elérték. Nekem ez már tetszik. Nyilván egy műanyag alapon, de fém oldalú kis dobozkát kapunk, ami egyértelműen hasonlít arra a dobozra, amin visszahozták a holdköveket. Ez gondolom, hát koncepció is volt náluk, hogy hasonlítson rá. De egyébként pontosan ugyanezzel a dobozzal a videójátékban is találkoztatok, hiszen a Frontieren megtalálható ez a kis dobozka. Property of Constellation feliratunk van, itt van az órának a pontos megnevezése, és hát itt van a logója is a Constellationnek itt az elején. This side up, pull and rotate. És egyébként a hátulján pedig leírják, hogy ez egy Bluetooth-os smart watch lesz, amit benne találunk, de nézzétek meg, még ilyen kis latch feliratok is vannak itt az oldalán, és ez full fém, még ez a kis nyitó része is fém, és egyébként, hogy hogyan kell kinyitni, látjátok itt ezt a kis piros kalantyút, le kell hajtani, megfordítani, és itt van a belsejében az óra, az órához tartozó kis szíj, és még egy kis felvarrót is kapunk. Megvan a Constellationnek a felvarró. Jól néz ki, nem mintha használnám bármikor is, de azért egészen jól néz ki. De az órához kapunk egy kis papírkát. A papírkán van egy QR kód, amit be kell szkennelni a telefonunkkal. Ó, tehát a telefont is majd hozzá kell csatolni az órához. Van egy kis mágneses töltő, van egy USB, egy mini USB töltő az órához, és mi van még itt? Van egy pici extra, gondolom ez az órának a szíjához tartozó kis rudacskák, és hát maga az óra. És na várjatok már! Ez két szír jár? Wow! Tehát van egy ilyen ruha anyagból készült szíj, és van ez, ami hát ez a kis gumis műanyagos verzió is, és egyébként ez az óra azért különleges, mivel ezt az órát meg tudjátok találni a videójátékban is, úgyhogy ez pontosan ugye azt hiszem az első küldetésben meg is kapjuk pontosan ezt az órát, és hát azért is érdekes ez az egész, hogy ezt adták hozzá, mivel gyakorlatilag azon tudjuk megnézni, hogy éppen melyik bolygón vagyunk, milyen az oxigén szintünk, és a többi, és nagy valószínűséggel hasonló dolgokat tudunk megnézni a valódi verzióval, úgyhogy nézzük is meg. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Na szóval, ahogy látjátok, már le is töltöttem ezt a kis alkalmazást. Ennek segítségével igazából össze tudjuk kapcsolni a telefonunkat az órával, mint gyakorlatilag az összes ilyen okos órát. Először a töltőivel kellett, de most mivel már föl van töltve, ezért most már simán bekapcsolom. Akkor ennek segítségével is össze tudom. Az igen, ez aztán rezeg. Össze tudjuk párosítani, ahogy látjátok, az oldalán lévő gombok segítségével tudjuk kezelni, tehát egyáltalán nem érintős az a kijelző, ami az órához jár, és hát annyira nem is nagy felbontású, ahogy így nézegettem. Nyilván ez nem egy nagyon drága okos óra, de azért egész sok mindent tud. Ebben igazából az applikációban meg tudjuk nézni, hogy milyen beállításai vannak, itt a beállításokat külön lehet állítani, de egyébként az órán is ezeket be tudjuk állítani, az időt, meg a dátumot, ilyesmit, meg van egy ilyen kis leírásunk hogy milyen alkalmazások vannak itt benne, például rámegyünk a settingsre, akkor itt beírja azt, hogy bemutatja azt, hogy hogyan is működik ez az egész, de amúgy tök jó, hogy itt a háttérben még az űrhajó is meg van mutatva, úgyhogy úgy mutatja be, mint hogyha éppen fönt lennénk az űrhajóba, úgyhogy igazából ez a telefonos applikáció ennyit tud, de minket jobban érdekel az óra, úgyhogy nézzük is meg. Azt rakjuk ide be középre, várjatok, fókuszt állítok rá, és akkor így láthatjátok, hogy ez a fő kijelzője nagyon hasonló ugyanúgy, mint
a videójátékban is. Itt egy lépésszámláló található benne, ami hát nem az oxigén szintet mutatja, mint a videójátékban, de nagyon hasonlóképpen működik, és hát igazából utána itt meg tudjuk nézni, hogy milyen notification-ink vannak, van egy hold fázis bemutató, ha erre rámegyünk, akkor meg tudjuk nézni, hogy éppen a mai napon vasárnap hogyan fog kinézni a hold, de hogyha visszamegyünk, akkor még vannak itt egyéb másik dolgok is, például itt van egy beállítások funkció, van egy zseblámpa, hát ennyi. Ez mind a zseblámpa, hát ez nem egy nagy vasszizdasz. De hogyha tovább megyünk, zseblámpa mellett vannak ilyen szenzorok, ez még érdekesebb lehet. Vannak különböző nyomásérzékelő, gyorsulás, magnetométer is azt hiszem van benne, várjátok, rámegyek valamelyikre. Igen, itt van a hőmérséklet, ez folyamatosan mutatja, hogy jelen pillanatban most éppen 26 egész akárhány tized fokos. Nyilván töltöttem, úgyhogy egy kicsit föl van melegedve a cuccos. Következő a magnetométer, hogyha a mágnes teszünk a közelébe, akkor még talán mutatni is fog valamit, lehet, hogy ez elég mágnes. Látjátok, egyből reagált rá, úgyhogy ez ténylegesen mutatja real time-ba. Ezen kívül még van egy gyorsulásmérünk. Ezt talán így tudnám a legjobban bemutatni nektek. Látjátok, ott is éppen látszódik, hogy ott történt ez a gyorsulás. És hát van egy barométer is benne, tudjuk a légnyomást is mérni. Aztán ezen kívül még a zenéinket is tudjuk kezelni, és van egy időjárás, viszont ez sajnos ebben a pillanatban még nem érhető el. Úgyhogy igazából működik normálisan, mint egy óra, viszont még a kijelzőt is tudjuk változtatni. Lehet egyre minimálabb verzióba állítani, gyakorlatilag nincs semmi. Itt van a Constellation-nek a logója, és hát itt van ez az alapfunkció, ami gyárilag a videójátékban is látható. Összegezzünk, társrácok! Ez a gyűjtői kiadás egyáltalán nem az olcsó kategóriába tartozik, viszont cserébe végre megszakították a hagyományt, és nem csak szobrot kaptunk gyűjtőkiadásként, hanem egy ténylegesen használható órát adtak hozzá. Nyilván tudom, hogy már a Bethesdáiknál volt régebben Pippo is például ilyen gyűjtői kiadásban, de általában mindig szobrokat szoktunk kapni, úgyhogy nekem nagyon tetszett, hogy végre kaptunk egy ténylegesen használható dolgot. Ez az óra óraként működik, még az időt is mutatja, és cserébe még hát extra kis gimmick funkciók is vele vannak pakolva, amit hát nem tudom, hogy milyen sűrűn fogtok használni, nem tudom, ki használja például a gyorsulásmérőjét minden egyes nap, de ezt is belepakolták, van benne még lépésszámláló is, úgyhogy igazából ilyen sok extra funkció bele van pakolva ebbe az órába, és ténylegesen megjelenik a videójátékban is, úgyhogy ez különösen tetszett, és azért ne felejtsük el, hogy egészen prémium csomagról van szó, hiszen maga a csomagolása is egészen jól néz ki. Ez a doboz, ami fém kiegészítőkkel van telepakolva, nekem nagyon tetszik, egy egészen jó kis kiállítási darab lesz belőle, a felvarró is jól néz ki, és természetesen a videójátékot is megkapjuk, nem úgy, mint a Diablo 4 esetében, és ennek is a pimpelt verzióját kapjuk meg. Tök jó, hogy egy ilyen fém kreditre van rárakva a videójáték kódja, és hát azért azt se felejtsük el, hogy in-game extrák is járnak hozzá, különböző kis kozmetikai cuccot is be lehet ezzel a csomaggal szerezni, úgyhogy hát nem olcsó, viszont cserébe kapunk egy egészen menő órát. Nos, srácok, hát ez volt a Starfieldnek a Constellation Edition bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Mi pedig találkozunk a következő epizódban, ami nagy valószínűséggel most LEGO tematika lesz, viszont hát itt a szeptember jönnek a gyűjtői kiadások, egy csomót előrendeltem, úgyhogy érkezni fog hamarosan. Azt hiszem, a Mortal Kombatnak a hasonló bemutatója. Na, találkozunk ott. Szevasztok!